köszöntöm a résztvevőket, felkészítő tanárokat, versenyzőket, és külön kiemelten szeretettel üdvözlöm is köreimben a zsűritagokat, között Dombi József tanár úr 94. évét betöltötte ebben az évben, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt láthatjuk köreinkben. Az egyetemen tanított nagyon-nagyon sok fizikust, fizikatanár, én is jártam az előadásaira, úgyhogy egy tapsot azt hiszem megérdemelhetem. Szeretettel köszöntöm Molnár Miklós tanárulat, aki szintén az egyetemen dolgozott. Én nála írtam a szakdolgozatomat, ő volt a szakdolgozatvezetőm, nagyon sok mindent tanultunk tőle, elmondhatom, és nagyon sok jó tanítványa volt, és még ugye járja az országot érdekes kísérleteivel, úgyhogy felkelti sokakban a fizika szeretetét. Szeretettel köszöntöm Győr István tanárurat, a Miklós tanárunknak egy tapsot akkor Győr István tanár úr, a Ságvár Endre Gimnázium vezető tanára. Nála is voltam órát látogatni még, mikor végeztem az egyetemen, akkor ugye az utolsó évben kellett járnunk ide oda, és ugye a Ságvárba jártunk, és a tanár biztos nem emlékszik rá, de én emlékszem az ő óráiak, nagyon jó órák voltak, és hát neki is nagyon sok, nagyon ügyes diákja volt a évek során, és még van is, meg lesz is egy néhány évig, azt majd igen, úgyhogy hát ő is ugye sokféle versenyt szervez, Erikson díjas fizikatanár, ő is megérdemel egy tapsokat. Jó, és akkor a verseny menetét mondanám el. Kihúzott számoknak megfelelően kell majd bemutatni a kísérleteket. Nincs 1-es, 7-es, illetve 4-es, tehát a sorrendben majd erre figyeljünk. Tehát akkor a 2-es versenyző fogja kezdeni. Kérdésem az, hogy aki majd a következő bemutatót fogja tartani, ez készül, hogy egyből tudjon jönni. Sokan vagyunk, sok kísérletezünk neki, de időben ez azért ez sokáig fog tartani. És majd a zsűrivel megbeszél, vagy ha úgy érezzük egy idő után kell egy kis pici szünet, akkor lehet, hogy azt is fogunk tartani, hogyha szükséges. Jó, akkor én ennyit szerettem volna mondani, és akkor a 2-es számú csapatot várjuk. Az a kérdés, hogy mutatkozzanak be a csapat, mindig mutatkozzon be, és mondja, melyik iskola, vagy a iskola elmúszáj, mert nekünk a nevek kellenek, és akkor mutassa ki a kísérletet.